A nagy sikerre való tekintettel folytatódott a Ferencvárosi Tornaklub egyik fontos kezdeményezése, a sportolói karrier workshop, amelynek célja sportolóink civil életre való felkészítése és társadalmi beilleszkedése. A program előadásait ezúttal is az olimpiai bajnok öttusázó és vállalati tréner Mizsér Attila irányította. Pozitív fogadtatásra találtunk a szakosztályok részéről is, tehát egyik-másik szakosztályvezető is szerencsére itt volt a rendezvényen, és annál jobb visszaigazolás, mint hogy ők látták, hogy van értelme, és hogy küldik maguktól a következő korcsoportot. Eleve interaktívak a foglalkozások, sok a csoportos foglalkozás, ahol direkt megbontjuk a klikkeket a szakosztályokon belül, tehát ugye itt focisták, kézilabdázók, jégkorongozók, vízilabdázók is vannak, de mi direkt megkeverjük ezeket a csapatokat, korosztály, sportág, nem szerint, tehát egyrészt feloldódnak ettől, kénytelenek együtt dolgozni, másrészt pedig rávezetjük őket, a legtöbbször a saját gondolataikat összesítjük, és azok alapján azokra reflektálnak a bajnokok. A legújabb workshop alkalmával két korábbi sportolónk tartott előadást, és osztotta meg gondolatait és saját tapasztalatait a fiatalokkal. Klasszis kézilabdázónk Pádár Ildikó az amatőrből profivá válás témájában mesélt a sportolóknak. Igazán tudom, hogy egy ilyen kis községből föl kell ülni egy ekkora nagyvárosba, egy fővárosba, Budapestre, ráadásul a Fradiba, az azért nem kis útnak volt az eleje. Tényleg, hogyha van egy célunk és azt teljesíteni akarjuk, akkor sok mindenen keresztül át kell menni, és nagyon sokat számít az, hogy például egy család, a barátok ott állnak mellettünk, vagy ki az, aki éppen át tud lendíteni egy bizonyos ilyen rosszabb időszakon. Úgyhogy nekem is az életemben voltak ilyen állomások. Én azt gondolom, hogy a mai fiatalságnak, mint annó nekem is, voltak olyanok, akik ebbe segítettek, hogy hogyan tovább, vagy legalábbis voltak olyanok, akik azt mondták, hogy így is lehet, úgy is lehet. Természetesen nekem kellett eldöntenem, hogy melyik utat választom és hogyan választom, és próbálunk a gyerkőcöknek, a mai fiatalságnak ebbe segíteni. A Fradival játékosként két Eurókupát és bajnokságot nyerő, jelenleg a vízilabda szakosztály elnökeként dolgozó Madaras Norbert az élsport és a tanulás kapcsolatáról igyekezett hasznos tanácsokat adni az ifjú fradistáknak. Csak általános megoldásaim vannak, amiket mindenki tud alkalmazni, nem kell az vízilabdázónak lenni. Az jellemző mindenkinél, vagy egy közös tulajdonság, hogy komolyan veszik, amit csinálnak, sportolnak, minden nap edzenek, tehát ebből a szempontból az időbeosztásuk például nagyon hasonló. Nagyon sok sportban jellemző már, hogy tanulnak, de attól összetett, hogy a vízilabda azért nem oldja meg az életedet, tehát pontosan tudod 20 évesen, hogy nem lesz, hogy nyugdíjban vanulsz, és nem kell most soha többet semmit csinálnod. Valószínűleg emiatt is kezdtek a vízilabdázók tanulni, meg a közeg egymást húzza fel. Tehát, hogyha látod, hogy a többiek is járnak egyetemre, és van diplomájuk, akkor te is előbb-utóbb szeretnél. Azt gondolom, hogy jó példák voltak az elődeink, meg igyekszünk mi is azok lenni. Folytatás biztosan lesz, hiszen a jövő a fiataloké, kérdéseik mindig lesznek, a példaképek és a Ferencvárosi Tornaklub pedig örömmel segít, hogy ne csak az élsportban, de az életben is győztesek legyenek. Az a célunk ezzel a rendezvénysorozattal, hogy a sportban eltöltött aktív éveiket ne kidobott időként, vagy kidobott energiaként dolgoznák fel, vagy emlékeznének rá vissza a gyerekek a későbbiekben, hanem hogy az iskola falain túl, a sportegyesület falain belül is tudtak olyan hasznos tanácsokkal gyarapodni, olyan élettapasztalatokkal, amiktől ők nem csak jobb sportolók, de értékes emberek lesznek.